Azt mondja egy szervezet, amelyik ért az egészségügy dolgaihoz, hogy nálunk rosszabbul ebben a témában, mármint hogy az ország egészségügyi helyzete, Európában nem nagyon találnak mást. Hát találtak még néhány országot, négyet egészen pontosan, és hátulról mi vagyunk az ötödikek. Szakértőket hívtam, Komáromi Zoltánt és Kincses Gyulát, jó estét kívánok, köszönöm, hogy megbeszéljük azt, hogy miközben Rétvári Bence arról beszél, hogy soha ennyi pénz, hogy soha ennyi gondoskodás, hogy soha ennyi figyelem, hogy mind a várólisták csökkennek, hogy a kórházak vidéken milyen szenzációsan néznek, hogy Budapesten milyen tervei vannak a kormányzatnak, közben sem a betegek, sem az orvosok, sem a nemzetközi szervezetek nem így látják. Ez a kettősség, ez miből fakad? Hát várhatóan abból, hogy a marseille-i kutatók nem Rétvári úrtól érdeklődtek. Ennyi? Hát valószínű, hogy ennyiben más magyarázatot... Nem, de más magyarázatot nem tudok arra adni az ellentmondásra, hogyha ennyire jó minden, akkor miért ilyen rossz ez? Másik oldalról fognám meg a dolgokat. Azt, amit a magyar szakma mond, hogy szakértelem kellene ahhoz, és pénz, hogy a megfelelő összegek, megfelelő pénzek a megfelelő helyre kerüljenek, és az okozna egyébként javulást. Mint ahogy Montenegróban esetleg ezt megcsinálták. Tehát szakértelem hiányában költünk eszetlenül sok pénzt? Így van. Nem eszetlenül sokat, egyébként keveset költünk, mert azért körülbelül... Jó, akkor sokat eszetlenül, vagy többet, mint többet eddig eszetlenül. Eszetlenül, így van. És még egy fontos dolog van, hogy a Magyarország egészségügyi teljesítményét sok szervezet méri. Az Egészségügyi Világszervezet, az OECD, az EU mind kiadnak különböző kiadványokat, és azokban általában Magyarország viszonylag hátul teljesít, de ez az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index, így hívják ezt a rangsort, és ugye lehet, hogy sokaknak ez furcsa, hogy mi az, hogy fogyasztói index. Ez egy teljesen más szemléletű összeállítás, mert nem csak arról szól, hogy mennyi a halálozás, nem csak arról szól, hogy mennyit költ egy ország, meg hány orvos van, hány ágy, tehát nem csak a hagyományos mutatókat nézi, hanem azt is, hogy hogyan érik meg ezt a betegek. Vannak-e betegjogok? Szóba állnak-e a betegszervezetekkel? Milyen az igazságosság? Van-e második vélemény hozzáférésen belül? Tehát, hogy sokkal kezelések eredményessége, ami kifejezetten szakmai így kérdés. Így van, tehát sokkal korszerűbb mutatókat tartalmaz ez az index, mint a hagyományos egészségügyet mérő egyéb szervezetek. 46 mutatót használnak egyébként. 2005 óta készül ez a kutatás. Ilyen rosszul Magyarország még soha nem szerepelt ezen a listán. És hát bocsánat, de tenni. Albánia, Montenegró mögöttünk volt tavaly, és most már ők is előrébb mentek. Hát mögöttünk a bolgárok, a románok, igen, a litvánok és a görögök. Magyarország végeztek. Mögöttünk volt, ők most holtversenyben mellénk zárkóztak, de Magyarország az, ami nem tud javítani sajnos. Ebben éppen az a tragikus, hogy ez egy évek óta ismert szempontrendszer, és hogyha a kormányzat máshonnan nem, de mondjuk a Facebookról venne információkat, akkor ajánlanám nekik, hogy van egy olyan Facebook csoport, egyébként bármelyik orvosi diplomával rendelkező kormánytisztviselőt bevennének szívesen, nem akarnak jönni, hogy 1001 orvos a hálapénz ellen. Az ott fönt levő kollégák több százan ezekről a témákról több mint egy éve beszélnek. Ötleteik vannak, javaslataik vannak, leírják magát a jelenséget, és példákat hoznak rá. Sőt, javaslataik vannak arra, hogy hogy lehetne ezt javítani. Tehát nem kell messzire menni, nem egyetemi tanárokat kell megkérdezni, egyszerű szakorvosok, akik a mindennapi ellátásban dolgoznak, tökéletesen látják, hogy hogy kellene csinálni a jó magyar egészségügyet. Nincs, a kormányzat dolgozott a tudja. Kormányzatban már Komáromi meg lehet, hogy fog. Remélem. Majd ez kiderül egyszer. Nincs olyan kormány szerintem a Földön, amelyik, hogyha azt mondja, hogy ennyi pénzt erre betolok, akkor nem azt akarna, hogy az úgy költsék el, hogy annak értelme legyen, hogy látszódjon, hogy lehessenek rá büszkék, hogy azt tudják mondani, hogy na ugye, nincs olyan kormányzat. Ez a mi kormányunk, ezek szerint, hogyha Komáromi úrnak igaza van, mégsem ezt teszi. De miért? Ezt teszi, mert ez még mindig a régi szemlélet, hogy mennyi beton tudtunk betenni. Egyrészt abból haza lehet vinni pár százalék, nem is párat, hanem hány kilométer csövet, és hány szallagot tudunk átvágni. Most az egészségügy már rég nem erről szól, hogy hány ágy, hány új épület, stb., hanem szakmai szabályozásról, betegegyenlőségről, betegjogokról, a beteget, mint erőforrást használni kellene az egészségügyben. Nem csak mondják, hogy a nem tudás a baj? Igen, korszerűtlen szemlélet. És még egy dolog, bocsánat, hogy az nem nyúlhat el nyom nélkül, hogy Magyarországon egy olyan folyamat megy végbe, hogy a kormány tudatosan hagyja
azt, hogy átsodródjon a magánellátásba az ellátás tömege. Ezt a nézők lehet, hogy nem tudják, de KSH adatokat mondok, illetve minisztérium adatokat, tehát nem ellenzéki ármánykodás, hogy ma már több a szakorvosi óraszám a magánellátásban, mint amennyit az OF finanszíroz, és mi, lakosok, több pénzt költünk járóbeteg ellátásra, mint amennyit az országos egészségbiztosítási pénztár. Azt mi hogy csináljuk? Zsebből kifizetjük, elmegyünk a magánszolgáltatóhoz, van ahol számláról, sőt, van, amikor egészségpénztárba fizetjük be ezt a pénzt, és azon keresztül megy, de mi, mint magánemberek, az úgynevezett diszponábilis jövedelmünkből, tehát a nettó fizetésünkből költünk erre, nem pedig az állam. Miközben az állam egyébként ebből a nettó fizetésből elég részéből volt. És olyan hosszúak a várólisták, hogy most már az embereknek egyszerűen szubjektíve és objektíve se tudják kivárni, a benne dolgozó orvosok pedig már szakmailag nem tudják vállalni ezeket az időket. És van a 42. oldalon egy nagyon érdekes ábra, amit ajánlok mindenkinek, letölthető az anyag. Itt arról szól a történet, hogy a kórházi költségekre az összes egészségügyi költség hány százalékát költi az adott ország. Ez Angliába 6%, Bulgáriába 60%. Tehát Angliába, Egyesült Királyságba, ahol az egynapos sebészet, ahol az alapellátás és a járóbeteg ellátás ellátja a bajoknak a legnagyobb részét, és tényleg csak az fekszik kórházba, aki nagyon beteg, és csak kórházba lehet meggyógyítani, ott az összköltségnek a 6%-ából lehet, hogy elégedetlenek az angol állampolgárok, de megoldják. Bulgáriából nincs alapellátás, nincs járóbetegellátás, csak kórház, ott természetesen erre költenek. És ebben mondjuk mi 28%-nál vagyunk, ami azért még mindig egy kicsit sok, éppen azok a kihagyott helyzetek miatt, hogy a járóbetegellátásban, ha tisztességesen működtetnék és tisztességesen finanszíroznák, és nem ment volna el annyi szakorvos onnan is, külföldre vagy máshova, akkor meg lehetne oldani ezeknek az egészségügyi problémáknak a nagyon nagy részét, nagyon nagy százalékát. Az Európai Unió nemrég tette nyilvánossá az ország értékelését Magyarországról, szintén egészségügyről, és abban volt egy nagyon-nagyon tanulságos adat, ami tovább viszi azt, amiről Zoli beszélt, hogy az összes EU tagállam közül Magyarországon a második legnagyobb azon kórházban kezelt betegeknek a száma, akit egy normális országban egy jó alapellátás, jó járóbeteg szakellátás esetén nem kellene bent fektetni. Tehát egy nagyon korszerűtlen, tehát hagyományos kórházközpontú egészségügyünk van. Nem a kórházakkal kell most igazából bajlódnia a magyar egészségügynek, hanem a járóbeteg ellátás kellene felpumpálni arra a szintre. Bocsánat, az is része, tehát járóbeteg ellátásnak részre, és ott pedig a kórházban a sürgősség. Ezek lennének az igazi prioritások. Szakmai programunkban egyébként ezeknek van prioritása. A mi szakmai programunk ez most... Ez most Karácsony Gergely, szaktanácsadó testülete. Néha elveszek a részletet, hogy együtt vagy MSZP, mi vagy mi az. Együtt vagyunk, ez biztos. És egyébként igen. Évek óta együtt dolgozunk ezen, bár nem ugyanarról a irányból jöttünk, de most, aki tényleg szakértő, és két napja volt éppen egy ilyen többpárti szakértői megbeszélés, ott szinte a teremben levő összes ember ezt a vonalat nyomta, mert látja, hogy csak ennek lenne értelme. A kormányzat pedig nem hallgat ránk, csak a régi nótát nyomja, és utána csodálkozik, hogy egyébként nem mert nem semmit. Az van, hogy az látszik, hogy felújítottunk egy kórtermet. Tehát mondtam, amit mond, igen, át lehet vágni a szalagot a kórterem ajtajában, hogy szép ágyunk van. De közben, hány embernek vágták le a lábát Magyarországon feleslegesen, ez nincs benne a szalagátvágásban, pedig az le, a láb is. De miért vágják le feleslegesen? Az viszont azt gondolom, hogy szakértelem kérdése. Nem, két dolog miatt. Az egyik, hogy Magyarországon kevés az érsebész, nem megfelel a szakmai szabályozás, és olyan helyekre is kerül ilyen beteg, ahol esetleg nincsenek meg azok a szakmai, technikai és egyéb feltételek. De a fontosabb... Inkább levágják a lábát, mint hogy tovább küldjék. Nem tudnak más tenni. Egy kisvárosi kórházban nincs olyan érsebész, és ha nem vágják le, akkor a beteg meghalna. Igen, tehát le kell vágni, meg kell csak lehet, hogy... Na de bocsánat, akkor ki lehetne írni a kórházra, hogy és Hentes és Mészáros. Nem. Mészáros még nem vette meg, bocsánat. Na, nem erre gondoltam, de igen, ez is jó. Igen, nem. Egy városi kórház... Tehát, hogyha gyógyítás helyett levágjuk a lábát, azért az Hentes munka. Amikor ezzel megmentjük az életét. A lakos... Ezt értem. Így van. De előtte egy évvel... Életmód,
házi orvosi rendszer, szűrés, gondozás, hogy ne kerüljön ide. Ez lenne a fontos. Egy évvel, két évvel előtte, ha szakszerűen látnák el a beteget, és nem kéne hónapokat várni bizonyos alapvető diagnosztikai vizsgálatokra, akkor eljutna a beteg a megyei kórházba, ahol esetleg kicserélnék az erét, vagy kivennék azt a elszűkült szakaszt, ami miatt esetleg majd később le kell vágni a lábát. Vagy korszerűen kezelnék a cukorbetegségét, pontosan, amitől nem záródná az ér. Tehát ez ugyanaz a szemlélet, hogy más típusú egészségügyre van szükség, nem csak kórházfejlesztés. Utolsó döntő kérdés, mert minden ezen múlik. Lesz egy kormányváltás, mert egyszer lesz, most vagy később, egyszer lesz. Nem biztos, hogy most vagy később, mert most még meg lehet menteni az egészségügyet. Ezt akartam kérdezni, de hogy most ez az egészségügy még menthető, vagy újjá kéne építeni, teljesen más alapon az egészet, kellene venni egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy még van mit újjá építeni, maradjunk ennyiben, újjá kell építeni, de van mit újjá építeni. Én úgy gondolom, hogy legalább 2-3 ezer orvos, fiatal orvos, és végzős orvos tanulgató vár arra, hogy mi lesz most 18-ba, hogy beadja a 2-3 ezer szakorvos, tehát és 3-4 évnyi képzett orvos. Így. És be fogja adni a külföldre menés szándékával az igazolásra az igényét, hogyha itt nem lesz változás. Ezek a 35 év körüli fiatalok rengeteget tudnak a világról, és rengeteget tudnak a szakmáról. Tökéletesen beszélnek egy-két idegen nyelvet, bárhol Európában, vagy bárhol a világon 4-6 ezer euró nettó fizetéssel várják őket. Ők még itthon vannak, és itthon kell tartani. Na jó, jön Mesterházi Attila, és megkérdezem, hogy lesz a 18. április 9-én. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük a meghívást!